Az ugló televízió nézői megszokhatták már, hogy viszonylag gyakran foglalkozunk a városliget átalakításával, a városliget új funkciójával, az ott zajló munkákkal. Így teszünk ma is amikor vendégünk Rádai Mihály, a Budapesti Városvédő Egyesület elnöke, művészettörténész volt, televíziós, hosszan lehetne még sorolni a feladatokat, de itt most ugye a, a városvédő és a, a talán környezetvédő funkcióra alapozva kérdeznénk a Városligettel kapcsolatban. A munkálatok úgy tűnik, hogy mindenfajta fennakadás nélkül zavartalanul folynak, és a hírek hmm. szerint az kisebb idei évben fennakadások vannak kisebb azért. fennakadások, az idei évben már az első eredményeket ígérik, ott a, a vakok kertje és a mellette készülő sportpálya ö, ö, fog elkészülni, ha minden igaz a tavaszra, a tavasz végére. A budapesti városvédőknek voltak éppen a véleményéről annak idején, amikor a, a, a vihar kirobbant a városliget átalakítása körül, lehetett olvasni. De azóta újabb állásfoglalásról, azokról a tervekről, amelyek mostanában tudottak a, a városligetbe kerülő épületekkel, az új funkciókkal kapcsolatban, én kevesebbet tudok. Tehát megköszönném, hogyha ha van ilyen, és azt elmondaná nekünk. Hát nem lehet sokkal többet tudni, hiszen a helyzet nem változik. Egyetlen pozitívum történt ami változás az, hogy a közlekedési múzeum, amit én már régen elvittem volna, és egyébként ezt publikáltam is az északi járműjavító területére a Bolt Néprajzi Múzeummal szemben, tehát a Népliget mellé, az most megtörténik. Tehát az a félelem, hogy három szint még pedig akkora szint, hogy mozdonyok beférjenek, és vasúti kocsik olyan mélyen leássanak a városligetbe, ettől most a városliget megmenekült. Ezzel is kapcsolatban, és persze a döntés nem hibátlan, meg nem megfelelő előkészített, mert előbb adták át a szépséges eiffel tervezett csarnokot az északi járműjavító területén, a Népliget mellett az Operaháznak, és az átépíti rendesen ahelyett, hogy adták volna a közlekedési múzeumnak, most a közlekedési múzeum megkapja a volt dízelcsarnokot, ami szintén futballpályányi méretű, tehát hatalmas hely, és bőven van rá mindenre elegendő hely, de hát az nem olyan látványos, mint a szomszédja lett volna. Ez van, de egyébként pedig ez, hogy építen a vakok kertjét rendbe hozzák, ez engem nem zavar, mert ö, mint tudható, én is, mi is, az urbanisztikai társasággal is együtt azért küzdöttünk, hogy az új nagy épületek ne épüljenek meg, mert ennek több oka van, hogy miért nem egyrészt azért, mert nem kell fákat kivágni, és nem kell muzamokat telepíteni, egy helyre nem kell muzamokat telepíteni, ráadásul, mert a városnak az az érdeke, hogy ide is elmenjen a turista, meg oda is, meg amoda is, meg aki kiállításra akar menni, és hát a még hozzá tenném azt, és akkor mint egy szónok összefoglalta mindent egybe, ö, ráadásul ott van a rengeteg üresen álló épület, üres hely ebben a városban, csak elég az andrás úton végig menni, vagy az Üllői úton végig menni, annyi üres hely van, és ahova lehetne múzeumot telepíteni, akár újat építeni, akár régi épületet hasznosítani, az elképesztő. Tehát a tervszerű városfejlesztésnek nyoma nincs. Ha jó. Jól emlékszem azért az eredeti tervekhez képest egy kicsit összeszűkült az, ami most végül megvalósul a Városligetben. Tehát, ha jól tudom, akkor nem épül meg az ajtósi Dürer sor és a Dózsa-György út sarkára eredetileg oda tervezett színház épület, illetve minthogyha átalakultak volna azok az épületek is, amelyek a, a, a Városligeti fasortorkolatában, ott azt hiszem az a Néprajzi Múzeum lesz majd. Hát azt kell mondanom, hogy ha most illusztrálhatnám, amiről beszélünk, akkor azt mondhatnám, hogy ami a Városligeti Fasor, és amikor még ott születtem, akkor még Vilma királynő útnak hívták, akkor az, mi azzal szemben épül, ott mindössze annyi történt, hogy nem két kocka épület épül meg a fotomúzeumnak és a nem, nem, nem építészeti múzeumnak, ez a kettő volt ott kocka, azt is mondhatnám, hogy a kocka el van vetve, alejahta ezt, de ezzel szemben épül helyette egy néprajzi múzeum, ami ha bárki a televíziós nézők közül ö, kinyitja az interneten ezt a lehetőséget, akkor láthatja az olyan, mint két ródli egymásnak szemben. amitnek a, a zöld tetejével érvelnek, ami, hogy az is zöld Ami lesz. a zöld tető eszméletlen, mert ha belegondolok abba, hogy hány zöld tetőt láttam már, ahol végül is műfű lesz, mert ki a fene föl locsolni, meg fákat nyírni, és itt ezeken az ábrázolásokon esküszöm csalnak. Tehát olyan fák nőnek ott, és olyan magas buzatábla, mint amiben annak idején rákos jelvtársat fotografálták, hogy látszik, milyen, fejlő, milyen komoly a, a búzának a növekedése, a termés milyen nagy lesz. De itt ugyanilyen magas füvek vannak, mondhatnám gyomok a Néprajzi Múzeum tetején, oda senki nem megy majd a lejtőre kaszálni, és elég valószínűtlen az, hogy ott trágyázzanak majd a múzeum tetején, és oda a családok fölmenjenek piknikelni, mint ahogy az ábrázolóban, van ezeken a hamis számítógéppel készült rajzokon. Én azt gondolom, hogy a Néprajzi Múzeumnak kétségkívül el kell hagyni a kúria épületét, az is egy hibás döntés volt annak idején, amikor oda költöztették, eredeti helyszíne ott Népliget a Népligettel szemben. A külső körúton, a az Könyves Kálmán körút, azt hiszem 40, valami ilyesmi, nem tudom pontosan a házszámot, de hát van alkalmas hely. Csak ezzel kapcsolatban is hazugságok vannak, mert alkalmas hely például a volt Kilián, azelőtt Mária Terézia laktanya a az üvényügy sarkán, amiben az a helyzet, hogy annak idején a filmműv a főváros ingatlan kezelő műszaki vállalat, az harcolt azért, hogy őket ne kiköltöztessék. És ennek érdekében azt mondták, hogy ezek az épület, ez az óriási épület, ez hogy mondjam, veszélyes, és ezt nem használható. Hát persze, ha 50-60 is lövik éppen tankokkal, akkor az egyik sarka biztos megsérül, de a ház egy amúgy hibátlan. És van olyan ismerősöm, aki azt mondta, hogy megmutatták neki, hogy csalak van a két vékony fal között. Hát persze, akkor azt a szakaszt meg kell erősíteni. Volt már ilyen. Szóval, ha én be akarom bizonyítani, hogy egy ház alkalmatlan, egy ház rohadó félben van, bármikor képes vagyok rá. És ezt itt megtették. Miközben annak a háznak ott, az ülőjúgy sarkán hibátlan elhelyezéssel, metroállomással, a közelben az Iponomiszteti Múzeummal, tehát egy új múzeum negyed lehetősége akár, öt belső udvara van, ami egy néprajzi múzeum számára azt jelenti, hogy falusi templomocska, szélmalom fölállítható, vásárok rendezhetők, bármi. Tehát hibátlan alkalmas erre a feladatra, de megmagyarázzák egyesek, akiknek más az érdekük hogy inkább újat kell építeni sok-sok betonból, fűbe, zöldbe, fák helyére, ahelyett, hogy a meglévő épületet vennék birtokba. Nota bene hozzáteszem, hogy a Markusovszki tér, ami az Iparoműszeti Múzeumtól van a Zöldi úton befelé, az eredetileg egy ház csoport volt, csak a háborúban megsérült. Tehát a ház a városnak a hagyományát nem érné vész, hogyha abból a térből történetesen meghagyva egy másik parkot, a Városligetet, ott újból épület lenne. És egyébként a lebontott kultiplex helyén is üres telek van, és a Hőgyes utcában még kettő, és üresen áll a volt Söpmérei Kórház a <coughs> téren, Úgyhogy azt kell mondanom, hogy annyi hely van arra, hogy elhelyezzenek múzeumi raktárakat, háttérint műhelyeket. Gondoljuk arra, hogy akkor ugyanaz a háttér műhely kiszolgálhatja restaurátor műhely a néprajzi múzeumot ugyanúgy, mint mondjuk az iparvészeti múzeumot. De ugyanez a kérdés ugye az Orci Park mellett, ahol most a kiköltöztetik a Természettudományi múzeumot, hogy még egy múzeumot. Én tudok üres telkeket így mutatni az ülőjút és a tűzoltó utca között hatalmasat. Tehát semmi akadálya annak, hogy olyan helyen fejlesztenek, ahol házak álltak vagy állnak ma is, nem pedig lenne a zöld felület a városi zöldpark helyére kanyarodjunk vissza a Városligethez, ahogy már az utolsó mondatban visszakanyarodott ön is. Épül ott még egy múzeum, a, a Zeneháza, ha jól tudom, azt hiszem ez lesz, vagy zenei múzeum. Nem, hát épül a Nemzeti Galéria. A Nemzeti Galéria és a új Zeneháza. Nemzeti Galéria, Zeneháza, persze. A, zen a Zeneháza esetében ö, ö, sokan kiemelték, hogy azok a tervek, amik születtek, azok minőségi új épületet eredményeznek. ha így van, akkor ez végül is egy érték miként vélekednek erről? Vagy ezt uh, is jó lenne megcsinálni, ezt az épületet, csak esetleg nem ott? Erre is van más elképzelés? Hát nézze, először is úgy azt gondolom, hogy olyasmit kell építeni, amire szükség van. Isz... Új zeneházára nincs. Hiszen ott van régi zeneházaként a Zeneakadémia, ami csodás. Ott van az Erkel Színház, ott van az Operaház, és még hány... Ö... A hát ezek előadóterek, ha jól értem, ez pedig egy kutatóintézet és múzeum lenne. Eh, ahol... nem, nem, pontosan, természetesen itt is lenne előadótér, meg amit nem ábrázolnak, szabadtér is, hiszen az logikus, hogyha egy zenélek egy parkban, akkor ott legyen egy arénaszerűen kiképzett hely, ahol szintén a nagy közönség összegyűlhet. Ilyet egyébként terveztek, amikor a Nemzeti Színházat még az Erzsébet tér melletti parkoló helyre, ami most az akvárium néven fut, oda tervezték, akkor az Erzsébet tér felé a tervezők terveztek egy ilyen szabadtéri játszóhelyet. Helyett. És ez normális, természetes. Itt az új zeneháza egy olyan épület, amire semmi szükség, az égvilágon semmi szükség nincs, és utána jön ez egy másodrendű kérdés, hogy építészetileg érdekese, értékese. Azt gondolom, hogy igen. Csak ha valaki ránéz megint a tervekre, azt látja, hogy ez az épület a valóságos méreteihez képest, amilyen lesz, egy törpe az ábrázolásokon. Hát úgy van oda rajzolva. brutálisabb lesz a látvány, mint hát ami persze, a képekről Hatalmas látszik. épület. Há most, ha valaki megnézi ezeket a számítógéppel készült képeket, azt láthatja, hogy a tónak három-négy lépcsőfok a fölött, egy akkora épület áll, ami három-négy lépcsőfok. És a fák érdekes módon e, mellette ugye kitakarják, miközben ez is hamisság, mert vagy a ház lesz törpe a fákhoz képest, hogy a fák ö, nincsenek elég nagyra rábrázolva. Szóval egyszerűen itten ö, egy olyan ö, hamisság van, ami értelmetlen. És azért mondtam én azt, hogy vakok kertje és biciklisták kertje és kutyafuttatók, ezek mind még nem ártanak a parkkoncepciónak, és nem árt állandóan hangsúlyozni, hogy ez vagy a világ, de lehet, hogy csak Európa első tervezett városi közparkja. Voltak közparknak átadott, Uh, uralkodói vagy földesúri kastélyparkok, ilyen létezett. De az, hogy szándékosan, előre megfontolt szándékkal egy parkot a város lakossága számára megtervezzenek, hogy ezeknek a szerencsétlen hetedik kerületieknek, hatodik kerületieknek, akiknek nincsen elég zöld felületük, sűrűn beépített, negyedekbe élnek, más már akkor így volt, amikor József Nádor volt az ország nádora, és kitalálták azt, hogy legyen egy városi közpark, ahol el lehet menni, sétálni, ha tetszik, kilovagolni. Én azt sem bánnám, hogyha mód lenne a Hyde Parkban, ma is lehet lovagolni, Londonban. Akkor azt gondolom, hogy az ideális ötlet. És ezt nem kell épületekkel beépíteni. És azt mondják, hogy volt, hát volt itt ipari vásár, meg ilyen kiállítás. Persze, de hát ha valaki egyszer hülyeséget csinált, az nem kell föltétlenül megismételni, hogy 1885-ben az országos kiállítása, vagy 1895-ben, 96-ban a millenáris kiállításon épületekkel rakták tele, elég csak megnézni azokat az iratokat, amik fönnmaradtak. Azok pedig arról szólnak, hogy Budapest főváros kölcsön adja az államnak ezt a területet a millenniumi kiállítás megrendezésére úgy, hogy minden épületet kötelesek utána lebontani, és állami költségen elvégezni a helyreállítást. Tehát szó nem volt arról, hogy ez örökre beépítve marad, egyetlen egy kivételt tettek, pontosabban kettőt, az egyik az a, a Vajda Hunyadvára, ami ugye a magyar építések történetnek volt a kiállítás intézménye, ugye ma is olyan, hogy látjuk rajta, hogy különböző stílusú épületekből van összekomponálva. Ez akkor a sikert aratott, hogy Alpár Ignáccal megterveztették újra, úgy, hogy már ne Dészletszerű legyen, hanem meg új épül, és Eleve múzeumi célra építették meg. Én nekem az is gyanús, hogy ez a mezőgazdasági múzeum előbb-utóbb valakinek szúrói kaszinónak mennyivel jobb lenne. Ö, és a másik pedig a közlekedési múzeum pavilonja, ami megmaradt egy darabig, az is csak egy kiállító tér volt, és aztán terjeszkedett, ugye hozzáépítettek nagyobb ö, épületeket. Az már egy elhibázott gesztus volt, de most ez helyre áll abból a szempontból, hogy a kiállítási pavilont ugyan helyreállítják, és ezt vitatják sokan, hogy nem létező épületeket, tehát amik valaha megvoltak, mint egy kiállítási csarnok, szabad-e betonból rágató csicsákkal újra visszaépíteni, megépíteni, ez izlés és vita tárgya, de hogy a múzeum onnan kiköltözik, ez már a zuglóiak számára egy nagyon jó hír, mert én azt gondolom, hogy az a mélyeztés, amit ott elvégeztek volna, ami egyébként meg fog történni majd a mai helyén a mélygarázsal, ez ellentétes a józan észszel, mert hiszen a víz, amely ott van a városliget alatt, valahova menni akar. És ha erre zárják le most, akkor most a zuglóiak alá fog befolyni a víz. Ha eddig ugye Terézváros, Erzsibetváros pincéiben, ha megemelkedett a Duna szinten, megemelkedett a szint a pincéiben. Most, ha jön ez a mélyépítés, lehet, hogy majd nem tud elfolyni az a víz, akkor még jobban megjevelkedik a pincékben. A, ebből a szempontból fontos győzelem volt ez, hogy, a, hogy nem mélyítik le ott a közlekedési múzeumot. De ez tényleg egy együttes gondolkodásnak, egy távlatos gondolkodásnak a kérdése, hogy mit építek, hova építek, és nálunk nagyon gyakran fordul elő az, hogy valaki meghoz egy döntést, és utólag kezdik hozzá az indokokat megtalálni. Én azt hiszem, hogy ez egy hibás gyakorlat, és én minden alkalommal elmondom, amikor lehet, én a Fővárosi Közmunkák tanácsa híve vagyok, amikor András Gyula egyesítette ezt a várost, és kitalálta azt már, hogy három évvel az Egyesítés előtt már létre kell hozni egy olyan szervezetet, amelyben mind az egyesítendő városrészek, mind az ország kormányzata együtt gondolkodik a városfejlesztésben, és ez annyira működött, ez a Félási Közmunkák tanácsa, hogy tessék csak végig gondolni, hogy hogy épült ki a körutakrendszere, az adási út, a rakpartokat hogyan csinálták meg, és még sok mindent ebben a városban, a színházaktól az oktatási intézményekig. Én azt hiszem, hogy az együtt gondolkodás az nélkülözhetetlen, és most, amikor a mai jogi helyzetben minden kerületnek meg kellett csinálni a maga arculati kézikönyvét és építési szabályzatát, gondoljunk arra, hogy a Király utca páros és páratlan oldala két különböző kerület, és hogy a Gelért hegyen átmegy az első kerület és a 11. kerület határvonala, vagy hogy a Rákóczi út egyik oldala az egyik kerület, a másik oldala egy másik kerület. Abszurd! hogy egy útvonalnak két oldalán más építési szabályzatok legyenek. És most Andrási Gyula forog a sírjában, meg Podmanicki Frigyes, és még sorolhatnám a közmunkák tanácsa nagyjait. Én azt hiszem, hogy újra egyesíteni kéne a fővárost, és annak idején Tarlós Istvánt, amikor megkérdezett, hogy mit tennék elsősorban, azt mondtam, hogy a visszaállítanám a Zola András Andrássy Gyula lovas szobrot. B. Visszalítanám András Gyula koncepcióját, és újra egyesíteném a várost. A szobor fönállítása megtörtént. Hát akkor legyen ez most a végszó. Városligetről folyó beszélgetést azt befejezni nem lehet, és azt hiszem, hogy ez még egy jó darabig így is hát lesz. Abba hagyni lehet, és azt az ígéretet tenni a nézőinknek, hogy még visszakanyarodunk erre a témára. Rádai Mihályjal is, és más szakértőkkel is. Köszönöm szépen. Hoşçakalın. Gelin.